Értékes és ritkaság számba menő műszaki műemléket újítottak fel, és tették látogathatóvá Pat és Virt között a VBT Zsitvatő Polgári Társulás tagjai. Munkájuknak köszönhetően az 1896 és 1898 között mindössze 20 hónap alatt megépített zsitvatoroki gőzhivattyú telep berendezését és máig működőképes gépeit csodálhatják meg a látogatók. Az egykori komáromi iparisták alkotta polgári társulás ötlete egy 50 éves érettségi találkozón született meg 2019-ben. Az egyikük, Pál József felmenői több szálon kötődtek a Dunához, a térség vízfolyamaihoz. Nagyon régi ágon Molnár, vízi Molnár volt az egyik ág, a másik pedig győri hajósok voltak. Tehát ebből adódik az, hogy az embernek van egy természetadta kapcsolata az ilyen gépekkel, hisz én is a Malom környékén nőttem föl, és bizony a gépek nagyon közel álltak hozzám. Ezt fölemlítettük est folyamán a kollégákkal, volt osztálytársakkal, és hát kezdjünk neki. Pál József munkája az az aprólékos terepasztal is, amely a gőzszivattyú telep 1915-ös állapotát ábrázolja. Ma már másképp néz ki a környék, ám a gőzszivattyú berendezését teljesen felújították, sőt a gépek, amelyek 75 éven át szolgálták a belvízszabályozást, mindmáig működőképesek. Az a létesítmény méltón képviseli az elődeinknek azt az igyekezetét, azt a műszaki rátermettségét és azt a szívóságát, amelyik kapcsán egy ilyen hosszú ideig működőképes és hasznos létesítményt eredményezett. Az egykori komáromi iparisták sokkorás önkéntes munkájának köszönhetően idén májusban megnyílt a ritkaság számba menő műszaki műemlék, mondhatni múzeum. Ugye az osztálytársakkal, ismerősökkel, főleg volt kollégákkal a tolmácsi energetikai gépgyárból, és a helyi patiak, ezek is nagyon komoly támogatást nyújtottak. Így sikerült körülbelül egy 4000 óra idő alatt felújítanunk nem csak a gépi berendezést, hanem beszerezni az ipartörténeti kellékeket, amelyek most a falon paneleken vannak kiállítva. A felújított gőzszivattyú telepen szombatonként várják a látogatókat, mindazokat, akiket érdekel a technika, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, miféle létesítmény található a Komárom-Párkány főút mentén, melynek 35 méter magas kéménye kimagaslik a sík tájból. A létesítményben nem csak a berendezést, a kazánokat, a gőzgépeket, a szivattyúkat újították fel aprólékos gonddal, hanem fényképekkel gazdagították, és korhűen be is rendezték. Mint szakember nagyon sok ilyen műszaki múzeumot látogattam, és ott mindig megragadott az az érzés, hogy egyrészt szakmailag mit tudtak akkor csinálni, másrészt az, hogy meg tudták őrizni, és a harmadik, hogy át tudják adni az új generációnak. Tehát nálunk is ez az alapvető irány, ami volt, hogy olyanoknak, akik számára a gőzgép ma már ismeretlen, mert azok kapcsolatba jöjjenek. Volt olyan eset, amikor a felújításokat végeztük, hogy jöttek, akik csodálkoztak, hogy azt hittük, hogy ez egy téglagyár, ugye? És akkor ebből alakult ki az, hogy mi minden szükséges, tehát nem csak a gépek felújítása, hanem ismertetése is, hogy milyen gépekről van szó, milyen adatokkal, paraméterekkel, aztán az egész története az állomásnak, hogy folyt le 1896-tól a mai napig. Álmodtuk ezt a létesítményt olyanná, amilyen talán abban az időben az megépítése után működésbe lépett, és felújításunk során, tehát az eredeti állapothoz ragaszkodva, és mindenképpen azokat a műszaki érdekességeket, műszaki megoldásokat, amelyek még mai napig is figyelemre méltók, megőrizzük, és olyan állapotba hozzuk, hogy valóban az erre járó nagy közönség, illetve az érdeklődők megtekinthetnék.
Ferenc József császár arcképe arra hívja fel a látogató figyelmét, hogy az uralkodó többször is járt a térségben. Vendégeskedett gróf Waldenstein Wartenberg Jánosnál a Csicsói kastélyban, majd 1856-ban részt vett a keszekfalvai zsilip átadásán. Felesége Sziszi pedig a Komáromi szigeten tette először lábát magyar földre. Ilyen és még számos érdekes információt tudhat meg a látogató a zsitvatoroki műszaki műemlékben, ahol október 15-éig minden szombaton 10-től 16 óráig várják a látogatókat. Előzetes egyeztetés után szervezett csoportokat másnapokon is szívesen fogadnak.